az abúzus elleni tüntetés egyik szervezője, most éppen egy nőt abuzál a véleménye miatt. Ez alatt pedig az ATV-ben olyan hülyeséget mondtak, hogy még Márki-Zay Péter agya is leolvadt tőle. Már is jövünk Petrovics Kingával. Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket, én Varga Ádám vagyok, mellettem pedig, ahogy már mondtam, Petrovics Kinga, és ismételten nehezemre esik bemutatni a vendégemet. Kinga, mi olyan titulust tudnék mondani, ami minden egyes tevékenységi körödet pontosan lefedi? Tevékenységi kör? Hát... Ez annyira hivatalos volt. Nem vagyunk mi ennyire boomerekem, he. Van egy blogom a Facebookon, azt ismered szerintem, ott úgy határoztam meg magam, mint puha konzervatív városi véleményalkotó. Szerintem maradjunk ennél. Puha konzervatív városi véleményalkotó. Esküszöm neked, ha lesz egy önéletrajzi művem, ezt beleírom. Amit még bele kellene írni, az a múlt heti, igen, most már múlt heti, múlt pénteki tüntetés, ami állítólag történelmire sikerült. Osváth Zsolti, aki sérelmezi, hogy őt valaha is VV Zsoltinak hívták, mivel ő a való világban szerepel, de hát számára ez nem tudom miért sértő, lényegtelen. Ő azt is posztolta, talán ő volt az, aki azt mondta, hogy történelmi tömeget hoztak össze. Én ezt azért is vitatnám, mert azért a Fidesz nagygyűlésen, hogy még a 24.hu is több százezer emberről beszélt 2002-ben, de hát most nem menjünk ebbe bele. Kinga, szerinted hányan voltak így első blikre? Hát én 50 ezret hallottam egyébként, és az adományból, az összegyűlt adományból nekem így reálisnak is tűnik. Egyébként azt hiszem 27 millió forintot gyűjtöttek össze. Nem, már többet. Már többet? Már jó, persze, ott már valami több mint 100 millió forintról beszélünk. A helyszínen volt nem tudom hány, és összesen több mint 100 millió. Azt hiszem közvetlenül a helyszínen összegyűjtött volt 27 millió forint. Ezt pont nem néztem meg előre, de is nincs is ide fölírva nekem, de majd mindenképpen. És lehet, hogy azóta is megy az adománygyűjtés, nem tudom egyébként, de ott a helyszínen ennyit mondtak. Ez az 50 ezer nekem ilyen reálisnak tűnt. Volt olyan kommentelőm, aki 150 ezerre tippelte, én azt ez egy kicsit túlzásnak tartom. Hát azért az enyhe túlzás, ugye itt ilyenkor az a veszélye ennek, hogy ilyenkor mindig mindig mindenki igyekszik minél magasabbra lőni. Persze. És akkor az első reális ahhoz képest már úgy gyengének tűnik. A 20 ezer, én 20 ezeret hallottam első körben, azt azért kevés, nem attól többen voltak, de az 50 és a 70 közé téve az reális. Viszont nekem így eszembe jutott egy gondolat, Kinga, most száfolj rám, ha én volnék az Egyesült Államok nagykövete, Pressman, és eltökélt szándékom lenne a magyar kormány megbuktatása, és a törvények megkerülése az ellenzéki csoportok pénzelésével, én tudod, mit csinálnék? Én adománygyűjtést szerveznék, civil adománygyűjtést. Itt nyilván nem ez történt, hanem a Magyarország éhezők viadala, és az összes nyomorgó ember összerobott 200 millió forintot egy este alatt. Értelemszerűen ez történt. Tehát én nem állítom azt, hogy itt Pressman bedugott volna bárkinek és a zsebébe egy lazacos szendvicset. Ugyanis ő már a múlt héten megcsinálta 115 millió forintot, egyszer már szétosztott az ellenzéki sajtó között. Itt már erre nem volt szükség. De mondom, ez tehát teljesen ettől függetlenül csak úgy eszembe jutott így a semmiből. Feltételezett csak. Persze, esetleg. Persze. Tehát, hogy elképzelhető egyébként is, megszoktuk már, hogy külföldi adományokból pénzelik esetleg. Én nem is értem, hogy miről beszélsz. A bal oldalt. Ilyet még úgy? Bár egyébként is ez egy teljesen politikamentes tüntetés volt, ha jól tudom, igen, mondjuk Orbán takaroddjal. Nem, a mocskos Fidesz az csak véletlenül gurult. Az is. Hát, viszont ami még sokkal fontosabb, hogy van nekünk egy Osváth Zsoltink, aki most ugye megint csak sérelmezi a VV Zsoltit, és nem hívjuk VV Zsoltinak, hiszen ő Osváth Zsolti, Showtime Zsolti, bárhogy is nevezzük. Tudjuk, kiről van szó, hogy ő azért, hogy mondjam, elég keményen beleszállt most azokba, akik nem akartak ebben úgy részt venni, és figyelj, itt felolvasnám az egyik megnyilvánulását, nem tudom ettől szebb szóval itt illetni. De mielőtt még arra rátérünk, mert itt volt egy kis konfliktus közte és Curtis között, de még mielőtt erre rátérünk, Ördög Nórát is meghívták a rendezvény, adja hozzá a nevét. Ördög Nóra ugye nem, annyira nem követem a celebvilágot, én még a legelső emlékem még gyerekkoromból a Kölyök klubból van, tehát én ennyire tacskó vagyok, hogy én innen emlékszem Ördög Nórára. Így nem követtem a mostani pályafutását, de a lényeg az, hogy Ördög Nóra ezt mondta. Az elmúlt napokban több megkeresést is kaptam több irányból, hogy szólaljak fel, vállaljak szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében. Boldog vagyok, mert azt látom, ebben a témában egységes az álláspont, nem is lehet más. A bűnösöknek zéró tolerancia. Ugyanakkor, csak úgy, mint minden közéleti témát, ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig és ezután is távol fogom tartani magam. Fontos napokat élünk, és kívánom, hogy a bántalmazott gyerekek ne csupán az eszközei legyenek a politikai csatározásoknak. Én mindenek felett velük, mellettük vagyok.
Teljesen korrekt nyilatkozat. Normális híresség, normális bulvár celebe nem akarja a nevét adni politikai megmozduláshoz. Nem tudom, hogy van-e ebbe bármi kivetnivaló. Nincs, egyáltalán. Nyilván Ördög Nóra egy okos nő is átlátta azt, hogy itt ez gyakorlatilag egy politikai megmozdulás, tehát hogy én nem kritizálom azért, mert nem akar állást foglalni. Hát azért milyen az már, amikor egy önálló független nőt a véleménye miatt kritizálnak, nem? Azért az kicsit ciki. Biztos senki nem tenni ilyet, főleg nem egy olyan, aki amúgy is maga egy vélten kis elnyomott kisebbségből származik, ugyebár. Ja nem, bocsi, Zsolti! Figyeld, olvasom. Ez hosszú lesz, úgyhogy készüljetek. Átverve érzem magam, mert engem a Nóri meggyőzött arról, hogy a gyerekei nevelésében és a nyilvánosságban való szereplésében mennyire tudatos. Úgy gondoltam, van okom rá felnézni. De ez most megváltozott. Várjál, mert nincs vége. A kiírása után teljesen másképp gondolkodtam Ördög Nóráról. Nóri, simán esélyed lett volna most azt mondani, hogy bár én a kormánytól kapom a fizetésem, és én csak a szórakoztató műsorokat gyártok, de a gyerekek az egy no-go zóna, tehát Ördög Nórának csak akkor oké a gyereket felhasználni, ha ezért pénzt kap. Sajnálom, mert mi nem adjuk a pénzt, mi gyűjtjük. Szerintem bölcsebb lett volna, ha nem ír semmit. És ez a mondat, ez az egyik legerőszakosabb, legsúlyosabb mondat, ami Zsolti száját elhagyta. Bölcsebb lett volna, ha nem ír semmit. Az, aki mást gondol, mint mi, az fogja be a pofáját. Hol van ilyenkor Kinga, Mérővera, a Nane, a Pape, Dade, meg az összes ilyen soros szervezet, akik amúgy a nők mellett kiállnak, mint Mérőverát tudom, hogy hol van éppen most, alszik valahol a plafonról lefelé lógva, a szárnyékba beleburkolózva. Világos. De elnézést kérünk minden denevértől, vagy vérszívótól. De itt, amit Zsolti leművelt, ez szó szerint az a cancel culture, ami Magyarországra nem jön el. Konkrétan neki megy egy nőnek, pusztán azért, mert ő más gondol a világról, és rögtön jött a kormánypénzelés, meg a nem is az, hogy kritizálom azt, amit ő mondott, hanem a személyét támadja, és felszólalnak a karaktergyilkolás elleni tüntetés mellett, meg felszólalnak a karaktergyilkolás ellen, meg a gyűlölködés ellen. Most komolyan, tényleg ezek után még van bárkinek is képe azt mondani, hogy itt nincs véleménymaffia. Kinga, te nőként ezt hogy éled meg, vagy hogy érzed át? Pont láttam ennek a fiúnak ezt a monológiát, amit Nórával kapcsolatban is mondott. Hozzátette egyébként még azt is, hogy biztos azért nem meri felvállalni az őszinte véleményét, mert hogy a TV2-nél van Nóri. Nem értettem az egészet. Beleállt egyébként... Aki más gondol, az biztos csak azért gondol így más, van, mert őt lefizették. Csak ti vagytok önállóak, ugye Zsolti? Ez így van. És Trokán Nórit is behozta a képbe egyébként, tehát Trokán Nóri is ugye egy videót tett közzé azzal kapcsolatban, hogy nem szeretne részt venni a rendezvényen, különböző okokból, de hogy szegény ő most így rossz embernek érzi magát, mert nem vesz részt egy politikai rendezvényen szintén. Tehát igen, tehát abszolút, tehát más véleményen vannak, akkor gondolom már nem lesz jó színész, nem lesz jó, nem tudom. Persze, akkor már soha nem is tud énekelni. Emlékszünk Gubás Gabira? Biztos megvan az Elkurtuk című filmből. Ő egy színész, aki szerepet játszott egy filmben. A feladata az volt, hogy eljátszon valamit, ami nem ő, esetleg nem is hisz benne. Ezért kapja a pénzét, érted? Egy színész, egy művész. A baloldal valósággal kivetette magából, árulónak nevezték. Nem tudom, hogy kifizette volna, vagy összedobták volna neki azt a pénzt, amit mondjuk a filmért kapott, hogy megélhessen, vagy ki tudja fizetni a villanyszámláját. Mindegy, de tudod, arra gondolok, hogy ez megint csak miféle, ez olyan, mint ez a liberális sakk, vagy liberális kártyáték. Tudod, a nő üti a férfit, a meleg üti a nőt, a muszlim migráns üti a meleget, mondjuk ez a valóságban is így van, de alapvetően ez egy ilyen teljesen liberális, kifacsart világ, hogy akkor Zsolti, de tényleg mit képzel magáról Zsolti, hogy felkérdez embereket, hogy mit és hogy merészelnek máshogy gondolni, és ez bár nem mondhatok neveket, mert ez nem publikus információ, és azt sem mondhatom, hogy kitől jött a megkeresés, de egy-két embert megkerestek, és akkor elmondták azt, hogy ők konkrétan zaklatták már őket a megkeresők, hogy de miért nem, de figyelj, de miért nem akarsz, de neked ez nem fontos. Tehát rendesen ennyi, ezt nyomták. Úgyhogy az, hogy nincs véleményterror, vagy nincs véleménymaffia baloldalon, ez egy teljesen nevetséges dolog. És itt ez tökéletesen megmutatja, ez iskola példája annak, hogy mi történik akkor, amikor ezek az emberek nyerekben érzik magukat. Hát képzeljük el, hogy mi történne, hogyha ezek az emberek kerülnének hatalomra. És itt mondanám, hogy pont van a mondat végén, de nem, nincsen, mert ezen nem bírok egyszerűen, hogy szépen fogalmazok, napirendre térni. Egy abúzus elleni tüntetésen, vagy után abúzálnak egy nőt. Hát ez hihetetlen.
Itt igen, és akkor várjál, mert ugye ez nem egy politikai tüntetés volt, ugyebár elmondták, igaz? Így van. De szerencsére fókuszcsoport Ádámékkal karoltva mindenki elmondta, vagy megosztotta ezt a gyönyörű szép kollást arról, amit itt most a nézők láthatnak, hogy a nyugati sajtó, a teljes nyugati sajtó mainstream konglomerátum hülye. Egyszerűen hülye. Nem értik, mi van Magyarországon, Kinga. Mert leírták, hogy Orbán ellenes, Fidesz ellenes, kormány ellenes tüntetés. Minden Guardiantól mindenki ezt írt. Hát Potyondi Edina a felszólalásában, ha jól emlékszem, még kormány ellenes szót is, vagy kormány ellen felszólalt. Vagy rendszer ellen valami volt. Rendszer ellen valami volt, igen, valami ilyesmi szövegében. Potyondi egy gyűlöletbeszédet volt, azt jó. Megszoktuk a videóiból. Persze, most ezt hagyjuk már, és akkor ott van még a Curtis, aki ezután azt mondta, hogy ilyen mocsok hazugnak nevezte őket, amiért... Így van. Tehát a Curtisnek nem az volt a baja, hogy mit vagy kik vagy miért, hanem az, hogy politikamentesre hirdetik azok, akik az év 365 napján politizálnak. Jó, mínusz Zsolti, mert Zsoltinak vannak bulvár videói kampányon kívül, de kampányban meg úgy cserélgetnek nála az ellenzéki alvezérek gazdát a kanapén, nem, bocsánat, úgy cserélgetnek nála helyet az ellenzéki alvezérek a kanapéján, mint ahogy a Momentum cserélget elnököt, heti szinten. Úgyhogy azért ezt ne csináljuk már, hogy ez politikamentes, elnézést. És akkor Curtisnek még beszól, hogy nem tudom, kitől kapod a fizetést. Ja, és láttad, hogy most mit írtak a Curtisről? Hogy több ezer követőt vesztett ezzel. Olvastam. Igen? Beszéljünk számokról, jó? Tehát a számok szerint Curtis 362 ezer követőből elvesztett, 362 ezerből elvesztett 2700-at. Remélem túléli, ha nem, a képernyőn megjelent számlaszámon lehet adakozni a számára. Nem jelenik meg a képernyőn számlaszám, ne küldjetek pénzt. Túléli. Lehet. A több ezer, igen, ez a 2700. Egyébként én most követtem be, tehát megírta a Telexén. Akkor... Miről beszélsz? Én gyerekkorom óta most már mindig is Curtist hallgattam. Várja, az új múlt, az nem a mi oldalunkon van. Hát de Kurz meg az Ambrózi azért ott gyakran írják az új múltat itt azért, velünk van az új múlt rendszeresen. Hát de most figyelj, tehát, hogy... És akkor az a vicces, hogy Zsolti amúgy tökre szereti magát áldozati pózba vágni, őt bántják, meg őt itt megzálják, meg abúzálják, meg jaj, hogy beszélnek róla. Hát ehhez szokott szerintem, mert elmondta, hogy ő neki nagyon nehéz gyerekkora volt, ugye? És már... gondolom az áldozat szerepbe szokott bele, és ezt hozza. Ezzel tud érvényesülni. Bizonyára nehéz gyerekkora volt, én ezt elhiszem, de a jelenlegi megszólalásaiból az látszik, hogy ő legalábbis számomra azt az érzést kelt, hogy ő végtelenül egy erőszakos ember. Mérőben ráig erre szokták mondani, hogy toxikusan maszkulin. Na, Zsoltánál mínusz maszkulin. De érted, mit akarok kihozni? Tehát, hogy ez teljesen, és akkor várjam, és beszéljük még az egész politikai töltetről, mert mikor fogják elmondani a hírességeknek, hogy a Guardian azt írta meg az összes nyugati sajtó, ez amúgy politikai tüntetés volt? Ez mennyire hiteles már, hely? Ha? Nem? És most nem azért hallgatunk, mert elment a kép, a hiba nem az önök készülőkében van, tényleg nem tudunk erre mit mondani. És akkor várja, még ott vannak a hőbörgések a tüntetés után. Azt biztos láttad, azt mindenki látta, ne csináljuk már. Igen. Akinek egy újságíró és annak hős riport operatőre volt az események középpontjában. Az operatőr az, hogy is mondjam, ő nagyobb bátorságot tett tanúbizonyságot, mert ő háttalált a tüntetőknek, miközben engem kamerázott. Tehát ő volt az, aki a körgyűrűben még bokán és rúgdosták, hát szegény nem is, Laci nem is politizál. Hát figyelj, én a másnap reggel a te videóddal ébredtem egyébként, és azt láttam, hogy igen, titeket ott megtámadtak a tüntetésen. És akkor láttam azóta a hosszabb videótokat is, hogy azért ez nem egy ilyen egyszeri fellendülés volt, hanem amikor megérkeztetek, akkor a tömeg az ott nektek ment, hogy megjött a pesti srácok. Igen. Megjött a pesti srácok! Itt van a pesti tömeg! Itt van a pesti tömeg! Nem, hát ez úgy történt az elejétől fogva. A tüntetés alapvetően, ezt úgy képzeljük el, mint egy ilyen meteor becsapódást. Aha. A közepe ott a legforróbb, oda nem is tudsz, meg nem is akarsz bemenni. És a pereme az meg olyan, pont tegnap jött ki egy videóm, a peremén tök békés arcokkal találkozom, hogy tudnak beszélgetni, ugyanazt a kérdést kapja mindenki kb. Ez azért van, mert így könnyebb megvágni a videót végén, és nem kell mindenkinek más kérdéseket feltenni, tehát sokkal könnyebb minőségi tartalmat gyártani, belőle remélem sikerül is. És ugye az van, hogy ilyenkor a peremén beszélgettem emberekkel, igen. Volt, akinek tetszett, volt, akinek nem, találkoztam a Pink Puzsérral, úgyhogy vigyázzatok, Pink Puzsér létezik.
nem tudom, láttad de őt. Nem, Pink Puzsért nem. Pink Puzsér létezik, és hamarosan a politikai hobbistában is jelen lesz, de most nem is akarok ebbe belemenni. A lényeg az, hogy ahogy viszont a tüntetésnek már kezdett a vége felé konvergálni az egész rendezvény, 8 körül, ugye azt hallottuk, hogy a tüntetés után elindultak megostromolni a Fidesz székházat. És akkor mi oda mentünk az operatőrrel megnézni, mi történik ott, és útközben már, tehát mi már egyszer hazaindultunk, csak útközben már elkaptak minket, hogy hívják ezt a KISZ-nek a jogutódját? Nem az együttes, hanem a kommunista ifjúsági szervezetre gondolok, a Egységes Diákfront, köszönöm. És... Momentum. Nem, az a lila SZDSZ. Igen. Na, és annyi történt, hogy úgy mi volt ott, ők akkor bekóstoltak minket, de ott a kis Lenin fiúnak öltözött gyerek, azt úgy hagytuk, tehát hogy mondjam, az nem az volt az igazi akció, mert ott oké, az operatőrt hátból hasba vágta az a pohos gyerek, aztán ott volt valamilyen akció, a média egy számon kérte, hogy miért nincs videó róla. Hát elárulom, pontosan azért nincsen videó arról, hogy az operatőrt hasba vágják, amiért most ezen a felvételen nem látod, hogy mi van a kamera mögött, például a fehér falat. Mert általában milyen ortodox módon szoktunk dolgozni, és az operatőr előre tartja a kamerát, és nem magát videó, az a furcsa is lenne, hogyha ez megtörténne. Valószínűleg nem lenne munkája egy ilyen operatőrnek, de hát ki tudja most. Igen. Náluk ez furcsa dolgok történnek. Mindegy, nem menjünk be. És akkor, amikor elmentünk a rendőrökhöz megnézni, hogy lögdösödnek, hát nyilván felvételt akartunk készíteni, nem kérdeztünk mi ott semmit. Szóba sem álltunk senkivel, mi felvételt akartunk erről készíteni, és akkor két ilyen mutáló hangú kis kappanhangú gyerek elordította magát, hogy itt vannak a pesti srácok, itt a Pesti, és akkor körénk gyűlt egy óriási tömeg, és ott kezdődött már az igazi lincs hangulat. Tehát, hogy nem az volt, hogy oda mentél provokálni, és akkor most beszólogatnak neked, vagy valami, hanem konkrétan az, hogy alanyi jogon, mivel a te személyed az, aki, ezért akartak meglincsen, és akkor a végén ugye a rendőrök így kirángattak, így megfogtak, hogy jöjjön velem a saját érdekében, kiviszem inkább. Hát mondom, én nem ellenkezek, tehát most azért, hogy mondjam, Laci levert volna belőle 8-at, én talán 2-3-at, de hát most akkor mégiscsak lett volna mínusz egy kamera, mínusz egy mikrofon, vagy mínusz 4 tüntető, vagy 8, de most nem akarom nyilván ebbe belemenni, aztán így folyamatosan kapom azóta a fenyegetéseket online, meg hogy ilyen mindenféle arcoktól, de nem is ez a lényeg, hanem az a vicces, hogy figyelj, mit mondanak a kommentelők. Kétféle kommentet kapok a tüntetésről. Ugyan már nem is történt semmi, 10 körbe álltak, ezt is nem támadtak meg téged. A másik fele pedig az, hogy nagyon jól tették, hogy megtámadtak, így is kellett. Nem tudom, mi igaz, Kinga? Hát a videóidból számomra az derül ki, hogy valóban megtámadtak titeket. Tehát, hogy nektek mentek, tehát, hogy... De ez a kettősség, ez nyilván érthető, tehát, hogy megpróbálják el bagatellizálni a dolgot. Gondolom azok, akik a közelbe sem voltak. Tudod, mi a közeltekbe sem voltak. Hát persze, tudod, mi a vicces nekem ebben, hogy ez nagyon fáj, és tudod, miért fáj nekik? Mert azt látom, van nekem egy Facebook oldalam, ugye a YouTube-on tolom a Fairright csatornán, hogyha valaki még nem látta volna, akkor ott is bekövethet, illetve a Fairrightosok jöjjenek át ide a kontextusra, mert most már ezt a műsort itt toljuk, ezentúl már mindig. És mi történt? Ugye az volt, hogy képzeld el, a kommentelők, tehát az én 2500 vagy 700 követős Facebook oldalon, azt tudjuk, hogy mennyire minimális a Facebookon. Van olyan, az erről szóló videó, amikor elmondom, hogy megtámadtak minket, hány komment van alatta, Kinga? Valami 3000 komment jött alatta, meg ilyen 1700, ilyen röhögő fej, meg bizonyára az én 2700 követős Facebook oldalam ekkora nézettséget generált, ennyire jól terjedt, bizonyára nem egy terelt, irányított, hiteltelenítő troll hadsereg támadta meg az én oldalamat, akiknek ilyen különböző belső csoportokba beletették. Ha csak azt teszük, hogy vannak ilyen 80-100 ezeres ellenzéki zárt csoportok, ahol bedobnak egy ilyet, bizonyára nem ez történt. Ahogyan a YouTube videómat is elárasztották a gyűlölkörök. Tudod, mit vettem észre, mi az érdekes még? Zavargásról beszéltem. Aha. És a kommentelők nem egyöntetően, hanem ezek a trollok egyöntetően azt írták, hogy miféle zavargás, 2006-ban ott volt zavargás, arról miért nem beszélsz? Érdekes, Kinga, hogy amikor nekik áll a zászló, nem tudom, áll a zászló nekik, akkor 2006 az egy releváns időszak, arról érdemes beszélni, de amikor Gyurcsány 2006-os időszakára, Hagyjuk már! Fogalmunk sincs, mi történt. A szelektív érzékelés, én azt bírom meg, hogy 300 hülyét, meg 150 hülyét mindig lehet találni bármelyik tömegben, 50 ezeres tömegben is találsz 200 hülyét, nagy ügy. Figyeld, megint azt mondja, hogy ne ítéljek el egy egész tüntetés, meg egy egész közösséget 300 hülye miatt, de ők elítélnek egy egész pártcsaládot két jó politikus miatt, akik rossz döntéseket hoztak, majd lemondtak. Meg amúgy, ha már pár száz hülyét mindenhol lehet találni, te Kinga, te láttál már a Sziget Fesztiválról hazafelé tartó 150 embert, akik neki mentek volna a Fidesz székháznak? Nem.
Ott miért nincs pár száz hülye, aki mocskos fideszezik? Csak nem azért, mert az nem egy politikai rendezvény, pártpolitikai. Elképzelhető. Hát ez szelektív érzékelés, hát most figyelj, az én jelenlétem provokáció, a rendőrsorfalnak való nekifeszülés és lögdösülés, állampolgári jog, mi több kötelesség. Úgyhogy itt rengeteg jegyzetem van még, de hát most nem is tudom, hogy hol tart, hogy mennyi időnk van még hátra, de a lényeg az, hogy még a Zsolti részénél szintén van egy érdekes gondolat, mert Zsolti arról is beszélt, hogy Magyarországon a bírói gyakorlatról volt, beszélgettünk Zsoltival, és azt mondta, hogy a bírói gyakorlat az ugye a bíró is csak akkor tud törvényeket hozni, hogyha a jog meg a kormány megalkotja ezeket a törvényeket. Hát sajnos nem volt már ott lehetőségem megkérdezni Zsoltitól, mert azért borzasztóan zavar, amikor körbeállnak és mindenki zavarni próbál, miközben beszélgetsz a riportalanyoddal, de úgy kíváncsi lennék Zsolti véleményére, a legőszintébb őszintességgel, hogy mégis mi az oka annak, hogy a maximum kiszabható büntetés az 20 év a pedofiliára, a bíróság azonban az elkövetőnek 8 évet adott, kevesebb, mint a felét indoklás nélkül, és nem menjünk tovább, volt egy másik elkövető, aki pedig felfüggesztetet kapott. Ennek mi az oka, ha a törvény jelen van? Na, Kinga? Te, mint hát, nem jogász, ezt mondd meg. Ez egyértelmű, hogy a bíróknak a felelőssége. Hát figyelj, most az a baj, tehát, hogy ez lehet törvényileg szabályozni, maximalizálni, minimalizálni kéne igazából 20 évre. Igen, igen. Én azért... Azt hiszem. Azért ott kíváncsi volnék, hogy mi történne, hogyha valaki belebegtetné a pedofilok, az elkövető pedofilok kasztrálását. Ki még kasztrálás mellett maximálisan ki tudnék állni. De amúgy tehát egy abszolút. Ilyen amúgy van is, tehát hogy ezt amúgy sokszor, sok helyen már csinálják, akár még olyan is van, akiket így köteleznek arra, hogy vagy ez, vagy, de nem tudom, hallottam, az USA-ban voltak ilyen szigorúbb ítéletek, meg régebben is ott azért voltak problémák ebből, és én nem érzem azt, hogy ez sértene bármiféle emberi jogot. Hozzányúlsz egy gyerekhez, a kémiai kasztrálás egy teljesen humánus megoldás. Én hiszem azt, hogy vannak országok, ahol ettől sokkal súlyosabban megtorolják az ilyen tetteket. Nem tudom, hogy ez most követendő példa vagy sem, de hogy társadalmilag elfogadott lenne, én nem biztos, hogy azt mondom, hogy nem. Ezért kellene a kémiai kasztrálást esetleg megfontolni, bár pont azokban az országokban, ahol ez dívik, ha jól tudom, akkor pont a liberálisok szoktak ezen felháborodni, hogy annak az embernek is vannak jogai, különböző egészségkárosító hatása van a kémiai kasztrálásnak, tehát hogy nyilván ez megint csak egy számos kérdés felvetne. Én mondjuk megnézném, hogy egyébként ez a tüntetőtömeg kiállna a kémiai kasztrálás mellett. Kíváncsi ők. Hát én azt kérem most a kontextus nézőitől, hogy kommentben írják meg, hogy támogatják-e a kémiai kasztrálást, és hogyha már itt tartunk, akkor iratkozzanak fel, de ezt a témát kiveséztük. Rengeteg van még benne, de most nem akarom az első 20 percünket, már így is elvitte, sőt többet is, nem akarom az egészet ezzel tölteni, azt mondom, hogy menjünk tovább, és fogy az időnk, vészesen fogy, kettő témánk van még hátra. És ha már a pedofiloknál tartunk, szerintem maradjunk is a témán belül, és nézzük meg az ATV egyik sikeres produkcióját, ahol hát úgy tudnám megfogalmazni, hogy Márki-Zay Péter a pusztító. Ez lehetne az alcím ennek az egész fejezetnek. Hát először Pálfi, most pedig Somos András, bocsánat. Ugye ő eredetileg megúszta egy fegyelmével, de azóta már le is mondott. Mi történt? Hát Márki-Zay kaletázott egy öblöset, nem, mintha Kalata nem érdemelne meg bármilyen súlyos büntetést, ezt tegyük hozzá, de Kalata, tehát Márki-Zay szerint a Fidesz hibája, hogy a kommunista bíróság egy Feriék által kinevezett diplomatát nem ítéltek el. Ez a Fidesz hibája. Így van. Jó, okay. De általában egyébként baloldalról ezt halljuk, tehát ugye folyamatosan kalatáznak, amikor elmondott, hogy egyébként nem a Fidesz tette oda nagykövetnek, akkor is. Ezt hallom. Nem kapott megfelelő büntetést. Nem kapott büntetést. Pár százezer forintos bírság, egy elnyebenye, így rácsaptak a kis kezére, ami 19 ezer mocskos korot és 19 ezer képet birtokolt, a pedofil képet birtokolt a laptop. Tehát ne vicceljünk, mert amúgy tudod, mi az érdekes kérdés? Hogy ugye azt kérik, hogy hogyan nem vette észre a kormány, hogy ilyenek vannak a munkagépén. Hogyan nem vették észre? Hát mondjuk 8 ezer kilométer egyrészt nehéz, másrészt belenyúlni egy másik ember laptopjába, még hogyha az a te alkalmazottad, és ha jól emlékszem, a pedagógus tüntetésen nem erről volt szó, hogy az igazgató ne nézzen bele a tanár munkagépébe? Hát, nem ez volt a... Igen. Ennyi baloldal, ennyi arahat anyátokat, megint hülyeséget beszéltek, mi? Na, de, ATV. Volt egy olyan, hogy hát Márki-Zay kalatázott, és akkor figyelt Somost. Somos, nem Soros, Somos. Azért nem volt pedó,
mert olyan képeket nézegetett, amelyeken kiskorúak szerepelnek, ez nem a pedofil bűncselekmény. Fél, milyen már az, Kinga, amikor akkora hülyeséget mondasz, hogy Márki-Zay Péter agya leolvad miatta? Ebben nem biztos, hogy egyetértünk egyébként, mert jogilag állt a dologhoz. Tehát, hogy szerintem hülyeséget nem mondott. Hogy ő kiszólt abból a kórusból, amit az ő ATV-je és az ő oldala képvisel, és szerintem ő neki ezért hullott most a feje, semmi másért, mert hogy igazából elnézést is kért miatta, hogy ő nem úgy gondolta, de igen, egyébként a köznyelvbe kaletáról, mint pedofilról beszélnek, de valójában őt gyermekpornográfiáért ítélték el, ezért kapott büntetést, vélhetően pénzbírságot, ezért kapott. Igen, és hogy, nem a börtönbüntetést kapta, az valószínű csak ennek köszönhető, illetve a bírók hibájának szerintem. Hát én azért itt, hogy mondjam, elhatárolódnék mindentől és mindenkitől, aki kalatát nem pedózza, vagy nem tartja legálisnak. Értem a jogi vonzatát, tehát teljesen megértem, és ez egy teljesen, hogy mondjam, vitatott jogi ilyen csűréscsavarás, hogy akkor lehet elkövetőnek nevezni azt, akire nincs bizonyíték, hogy elkövetett. Bizonyára Kalata nem azért tartotta ezeket a képeket, mert a rendőrség munkáját szerette volna segíteni a bizonyítékok felhalmozásával, feltételezem, meg nyilván Peruban nagyon nehéz ilyenhez hozzájutni, vagy legalábbis ilyet elkövetni, bizonyára ez is igaz, és az abban is biztos, ugyan Peruban, dehogy is távol innen több ezer kilométerre nem csinált ő semmi rosszat, jaj, ezt ebben nem hiszek. Viszont akkor nézzük már meg azt, hogy ott van például Kalata, aki kapott egy ilyen nevetséges bírságot, mert birtokolta a képeket, ami már önmagában is bűncselekmény, majd ott van a másik tag, ez a K. Endre, aki letöltendőt kapott valami 3 évet, mert megpróbálta eltusolni ezt. Na most szerintem mind a kettő egyformán súlyos, tehát akkor minimum Kalatának is letöltendőt kellett volna adni. Nem azt mondom, hogy K. Endre kapjon kevesebbet, hanem Kaleta kapott volna többet, de pont emiatt hozta meg a Fidesz instant azt a szigorítást is. Úgyhogy ez megint érdekes kérdés. Nem is az olyan, hogy egyszer Márki-Zay elől nincs menekvés, és akkor nézel ki a fejből, és most le is mondott emiatt most már, hogy mi történt. De nyilván értem a jogi részét, csak most jelenleg egy ilyet behúzni, hogy mondjam, ez minimum ostobaság volt a részéről. Az ATV pedig elhatárolódik, és akkor várj itt még, hát MZP pedig diadalitással hazament, és húzta magát, hogy szerintem pályát tévesztett. Hát nem tudom, egyébként meghallgattam ezt az interjút, azért Márki-Zay feladta a leckét szerintem mind a három újságírónak. Ismételten hülyeségeket beszélt. Hát jó, most ezt... Oké, hülyeség, hát jó. Viszont van egy érdekesség ebben itt, most föl kell olvasnom, mert nem bírok megjegyezni 8 sort. A Telex megkereste a műsorban emlegetett Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakembert is, aki azt mondta, hogy nem ördögtől való dolog a gyermekpornográfiáért elítélt Kaleta Gábor nevét ebben a kontextusban emlegetni. Szóval itt végül is úgymond a te álláspontod felé hajlik. És akkor itt érdekesség jön, menjünk tovább. A gyermekjogi szakember szerint a pedofília alkategóriája, ismétlem, aláhúzva, a pedofília alkategóriája, az online pedofília, azaz minden olyan cselekmény, amikor figyelj, mert érdekes jön, amikor egy személy 18 év alattiakkal készült pornográf felvételeket használ a saját szexuális igényeinek, vágyainak kielégítéséhez. Itt a 18 év alattin van a hangsúly, és azért érdekes ez nekem, mert hogyha ettől az egész kontextustól elvonatkoztatunk, kontextus, pun intended, de lépjünk egyet hátra, egy óriensit. 18 év alattiakkal emlékezzünk csak, mivel védekezett annak idején Bézs volt, hogy azért nem pedofil, mert ő 14 vagy 15 fölélő, tudod, bizonyára megnézi a gyereket, és akkor elkéri előtte a személyigazolványt, mielőtt begerjedne. Baromi hihető, oké? És itt a Telex írta is, hogy efebofil, meg ilyenek, de most a Telex által megkérdezett szakértő szerint, aki 18 év alá, az a pedofilia alkategória. És azért, hogyha szigorítani kellene a gyermekvédelmi törvényt, én azt mondom, hogy szerintem valami olyasmit kellene csinálni, ami nem engedi azt, hogy egy felnőtt ember egy gyerekkel, értem én, hogy 14 év a határ, meg minden, de szerintem nem jó így. Tehát egy 40 éves felnőtt ember, és most nem tőle, hogy férfi, nővel, nő, nem érdekel. Tehát egyszerűen nem érdekel, hogy ki milyen nemű, mind a kettő egyforma undorít. Tehát nem bírom azt fel, hogy egy 45 éves felnőtt férfi hogyan tud egy 14-15 éves gyerekkel bármit is kezdeni. Undorító. Ez a világ legundorítóbb dolga. És úgyhogy érdekes, hogy Bézs voltról annyira nem beszélnek ebben a kontextusban. Nem is tudom egyébként, hogy a fiatal emberrel mi lett azóta. Árufeltöltő valamelyik szupermarketben állítólag. Tehát azért elnézést onnan, és most a TikTokra megint elkezdett aktívan posztolgatni.
Tehát akkor szabad lábon van gyakorlatilag. Hát jogilag nem elítélhető, még ki is posztolt, őt a TASZ védi, meg minden, aztán a TASZ gyorsan elhatárolódott tőle, de szerintem itt a lincs hangulat miatt, mert élek a gyanúperre, hogy azért, hogyha nem lett volna ekkora lincs hangulat Bézsolt körül, az Efe Bofil körül, aki ped asszisztens, és a ped ebben a kontextusban pedagógus, nem a másik pedes szót, akkor lehet, hogy a TASZ még mindig védte volna. Elképzelhető. Én nagyon remélem egyébként, hogy amit ugye Orbán Viktor mondott most az évértékelőn is, hogy szigorítani kívánják a gyermekvédelmi törvényt, reméljük nem csak ettéren, más területeit is érinteni fogja a gyermekvédelemnek, hogy azt minél hamarabb kipörgetik. Hát nekem a gyermekvédelemnél azt tetszett az egész tüntetés, ez picit olyan volt, mint amikor annyira volt hiteles, mint amikor a bankárok kivonulnak a magas kamatok ellen tüntetni. Tehát most télen a Pride ellen tüntetnek, nyáron meg a gyermekvédelmi törvény ellen a Pride-on. Tehát ez tök jó volt, nekem tetszett, én imádtam, tehát hogy most figyelj. Na és van még egy másik fajsúlyos témánk, ami igazából csak röpke, ilyen kis ilyen városi bulvár, semmi durva. Meghalt Naválnyi a börtönben. Naválnyi volt Putyin Márki-Zay Pétere. Putyin volna Gábora inkább. Igen. És itt most nem a külföldről való pénzelést értem ez alatt. Akkor inkább már tényleg Márki-Zay. A lényeg az, hogy volt az ellenzéki alvezér, és akkor börtönbe csukták, meg ilyenek, és meghalt. Valami olyan betegsége lett, aminek az a mellékhatása, hogy valamilyen zúzódások keletkeznek a teste felületén, érted? Ne nevessük már, hogy egy ember meghalt a börtönben. Ez... De én nagyon sajnálom egyébként szegényt, igen. Hát jó, azért tisztázok. Mégis csak egy ember halt meg. Persze, Oroszországban azért, hogy mondjam. Viszont én azt mondom, hogy sokat finomodtak a 90-es évek óta. Most már nem a Kreml előtt sétálva lövik agyon, hanem meg a lakásába bedrogozzák, meg novicsok, hanem most már... Hát meg kidobáltak ablakokon embereket, nem? Ne, de hogy is, meg kiestek ablakpucolás közben. Ja, igen. Ez Ukrajnában is, amúgy ez annyira, tehát a posztszovjet térségben így intézik a dolgokat. Bevisznek a kukoricásba, és nem jössz ki többet. Ha szerencséd van. Na de nem is ez a lényeg, hanem ugye meghalt, és akkor most már térlet, stb. Tényleg azért itt ne vicceljük el, mert ez egy komoly dolog az, hogy most mégiscsak egy embert eltettek lábaló. Több mindenkinek érdekében állt, mert Putyinnak, hát Putyinék elítélték. Szibériából nem jött börtönnek, fala sincs, hát ne viccelj, hát biztos 200 kilométeres jégmezőn át nem gyalogol haza. Oké, onnan már kész, vége. De ez nem normális, ez meg tud történni. Valószínűleg a börtönben is elverték, vagy hogy most parancsa, vagy kinek a parancsára, nem lehet tudni, de az tény, hogy őt azért eléggé, hát amikor felpiszkálta a nyugat, hogy döntse meg Putyin rezsimét, és akkor igen, adjatok 10 milliót, én majd megdöntöm, és akkor aztán hát figyelj már te, Naválnyi, ez nem biztos, hogy olyan egyszerű feladat lesz. Ne adjatok, hogy a 10 milliót én megoldom, és akkor most a 10 millió az hova tűnt, nem biztos, hogy arra költöttem, mire várták, hogy költse. Hogy Putyinul lette meg arra ugyanannyi esélyben, mint az, hogy annak, akinek, mint hogy az, akinek adósa volt, szóval azért, hogy mondjam, itt azért összeérnek a szavak. Nem azt akarom mondani, ettől Putyin jobb ember lenne, vagy jobb az orosz rendszer, csak azt mondom, hogy ugyanannyi információnk van az egyik oldalról, mint a másik oldalról. Kommentben ugyanúgy írjátok meg, hogy szerintetek Naválnyival mi lett, de hogy mi lesz, azt tudjuk, hogy a Karácsony Gergelyék maradnak, mert belebegtette a főpolgármester úr, hogy 5 éven belül Budapesten lehet Naválnyi utca. Kinga, el tudod-e képzelni, Naválnyi utcán sétálj? Nem szeretném. Miért? De... A Nelson Mandela Park mellett tökéletesen beleélik a város látképébe. Na, csak egy Mao Tse-tung tér kellene. Nincs közünk ehhez az emberhez, de ha már viccet kell csinálni, akkor nem tudom, az orosz nagykövetség elé egy szobrot, tehát egy Navalnyi szobrot, nem? Tehát, hogy körülbelül ennyi. Ez amúgy trollság, igen. De nem, tehát, hogy nem, nincs közünk ehhez az emberhez, és nem is értem, azt meg főleg nem, hogy Karácsony Gergely mit akar 5 év múlva Budapesten. Tehát, hát hogy... ugye. Ne akarjon már semmit. Prigozsin utcát miért nem akarnak? De lesz itt még Zelenszky sétány, hogyha itt maradnak. Azt tuti. Na, de azt mondom, hogy tegyünk ellene, idén meg is lesz a lehetőségünk, és igazából ennyi volt mára. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, mindenképpen iratkozzatok fel a kontextusra, és az itt megjelent videót pedig nézzétek meg, mert tetszeni fog. Kingának pedig fantasztikus tapsot, és köszönjük, hogy itt volt ma. Köszönjük én is.